Tisztelettel köszöntöm a Frankó TV nézőt Illésházáról. Jelentkezünk a 6. liga déli csoportjának záró fordulójában. A bajnok Jóka 2-0-ra nyert Illésházán, és több mint 10 pontos előnnyel telel az élen. Mellette Martin Harag, a Jóka kapusa, aki éveket töltött Illésházán is. Takže Martin, predseba to bol asi zvláštny zápas. Nakoľko si tu odohral asi 5-6 sezón, či koľko? 6 sezón. Čiže aký to bol zápas z tvojho pohľadu? Tak ťažký zápas, bolo to derby samozrejme, to je vždy ťažký zápas. A pomohol nám prvých 20 minút, sme dali, mali dobrých, prvý gól nám pomohol dosť v tej druhej, tretej minúte a potom sme sa uklonili vlastne a sme si udržali to. Ten výsledok, aj keď super, mali tam nejaké situácie, kde mohli zakončiť, ale našťastie sme to uhrali na nulu a sme spokojní, že sme ukončili túto jeseň úspešnú pre nás ďalším víťazstvom. Igen, ugye annyit mondott a kapus, aki éveket töltött 6 szezont Illésházán, és hát mondta, hogy az első percben az a gyors gól az nagyon sokat segített, de hát elégedettek az ősszel, mert ezt a meccset is behúzták, így több ponttal telelnek az élen, de hát volt azért az Illésházának is egy pár helyzete, amiből gólt szerezhetett volna, sikerült a védelemnek ezt megoldania, így aztán örömmel távoznak 3 ponttal haza. Čomie sila to mužstva, lebo vlastne dá sa povedať, že efektivita. Videl som zo pár zápasov a nikdy nebola Jelka ako zaslúžený majster takým spôsobom, že by zdemoloval súpera. Vždy je lepší o ten 1 a 2 góly. To znamená, že ale stabilne. Čiže nie sú zápasy, kde by dominoval tak, že 6, 7, 8 gólov by dával, ale stále na tú efektivitu dbajú a keď už dajú ten gól, tak treba to udržať. Čiže to je asi hlave, tá sila. Áno, no tak vždy vo futbale je dôležitá efektivita a to minulé roky, ak som aj bol predtým v Jelke, tak sme dosť trpeli na tom, že sme veľa šanci nedali potom super nejaký break alebo niečo a prehrávali sme tie zápasy alebo nevyhrávali, body sme strácali tak a v tejto sezóne sa to zmenilo, že sme dávali tie góly, boli efektívni a mali sme aj sílu vzadu, že sme aj veľa zápasov 1-0 vedeli uhrať. A aj také zápasy, kde aj súper dával góly, že 3-2 sme vyhrali, mali sme podľa mňa tak vyvážené, že aj vpredu sme boli silní, aj vzadu. A to je dôležité, že sme našli vo väčšine zápasov tú cestu k výhre, že či už 1-0, alebo 3-2, alebo že proste sme vyhrávali tie zápasy. Áno, tak výhry netreba nejak o tom diskutovať, že či to je zaslúžené, nie, ale toľko výhier za sebou, to hovorí za seba. Áno, tak to nie je náhoda, no. Igen, tehát annyit, hogy ugye valójában egy hatékony csapata Jóka, tehát nem volt egy olyan meccse, több meccset is jár láttam, amikor annyira dominált volna, hogy 5-6-7, akár 8 góllal is nyerhetett volna, viszont mindig azzal a 1-2 góllal jobb, mint az ellenfél, és ez valójában az erős fej játéka a foci, tehát mondta, hogy az előtti szezonokban volt, úgyhogy épp 1-2 gólt az ellenfél lőtt, talán véletlenszerűen is, és nem tudtak erre válaszolni, viszont ebben a szezonban a védelemben is, és a csatársorban is vannak emberek, akik eldöntik a meccset, hogy ha már 1-2 gólt lőnek, akkor azt megőrzik, vagy pedig tudnak fordítani is, és esetleg 1-2 góllal mindig jobbak az ellenfélnél. Tak ešte na záver otázka, či si došiel dneska do nového života na motorke. Na motorke. Lebo som počul, že keď neprší alebo neleje, tak Martin Harag príde na motorke. Nie, nie, dneska už je moc zima. Keď je pod 10 stupňov, tak, tak to už nie, ale... Áno, ale si vášnivý motorka. Á, tak nevášnivý, no tak mám to ako spôsob dopravy, že efektívny a nemusím v zápche čakať, takže
Áno. Takže je to preto, ale nejaký vášnivý určite nie som to. Igen, még egy laza kérdést, ugye azt megtudtam, hogy mikor ide járt Pozsonyból ugye 6 szezont, akkor általában, hogy nem ömlött az eső, nem volt nagyon hideg, akkor motorral érkezett, hát ma nem jött motorral, mert azt mondta, hogy 10 fok alatt azért még nem, de hát neki ez egy nagyszerű eszköz ahhoz, hogy ide-oda futkározzon, tehát nem egy nagy motorka bolond, de jobban szeret avval közlekedni. No, a teraz jarná motorka musí byť jelka, tak povediac, že toto už keď neudrží a nevyhrá súťaž, tak to bude proste rarita, lebo taký náskok sa už proste nedá ani stratiť. A prečo by stratili, keď je to akože dobré mostvo, vyvážené, jak hovoríš, mentálne veľmi silné. A určite v tej 5. lige, ako vidíš, bude dostačujúca tá kvalita Jelky súčasná, lebo určite postúpite podľa mňa z tejto ligy už. Ale tak musíme ešte to potvrdiť na jar, samozrejme. Ešte veľa zápasov mali sme, vlastne z týchto 16 sme mali 9 doma, takže budeme hrať na jar viac vonku a ešte to nebereš tak, že to je už vyhraté. Ešte a 16 či 14 bodov je z náskok, to je dosť. Je to dosť, ale vravím, musíme, keď budeme tak pristupovať k zápasu, keď budeme mať stále tú pokoru a tú k súperom a rešpekt, že nebudeme si mysleť, že to všetko pôjde samo, tak si myslím, že tú kvalitu máme, ale nepozerám takto, že už sme vo nejakej vyššej lige ešte stále. Hlavne tie prvé jarné zápasy budú dôležité, aby keby tie sme zvládli, tak myslím, že tí súperi už mentálne to zložia. Áno, tak som myslel, že keby náhodou sa tam stalo, že by sme nejak prehrali, že by zacítili šancu, ale vravím, že keď budeme hrať takto, jak teraz na jeseň vo väčšine zápasov, tak tú kvalitu máme a mali by sme si to postražiť. Igen, ugye még azt kérdeztem, hogy most már annyira nagy az előny, hogy innen talán már nem lehet elveszteni. Hát Martin annyit mondott, hogy azért még nincs megnyerve, mert ugye 9 meccset játszottak otthon, a hetet idegenben, ősszel most fordítva lesz, tehát 9 meccs lesz idegenben, 7 otthon, úgyhogy még nagyon sok pont van a játékban. Hogyha alázattal úgy állnak hozzá a meccsekhez, ahogy eddig, akkor meg lehet a továbbjutás, de még nem gondolkodik abban, hogy azért már ott van az 5. liga, de biztos, hogy megcélozzák azt, és hogyha az elején már nem lesz botlás, akkor talán már a riválisok is úgymond föladják fejben, de hát még nem gondolkodik ennyire előre, de minden esetre azért úgy gondolja, hogy van minőség a csapatban arra, hogy az 5. ligát is majd megjátsza. Tak gratulujem, Martin, dnešnému zápasu. Ďakujem pekne a ešte teda by som chcel poďakovať aj fanúšikom našim, ktorí nás podporovali vlastne počas celej tej jesennej časti. Samozrejme vedeniu, že nám poskytlo také podmienky, aké máme a verím, že na jar teda to potvrdíme, toto prvé miesto a potom sa uvidí, čo bude ďalej. Igen, ugye még megköszönt a szurkolóknak, akik kitartottak a csapat mellett, a vezetőségnek, amely ilyen körülményeket teremt, és hát nagyon reméli, hogy mindenkinek, aki a jókai focit szereti, annak örömet tudnak majd okozni, és megtartják azt az első helyet, és szeretnének följutni. Ďakujem ešte raz. Ďakujem pekne.